Le kéne szállni a kerékpárról. Nem száll le a kerékpárjáról, úgy hajt át a zebrán ez a férfi a szekszárdi kórház előtti gyalogátkelő helyen, hiába tiltja ezt a kressz és egy tábla is, és hiába állott egy rendőr. Ez a férfi sem veszi figyelembe a közlekedési szabályt, és fékezés nélkül áthajt a zebrán ugyanitt. Pedig számos baleset éppen emiatt következik be, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Annak ellenére, hogy védett úton közlekednek, Szekszárdon a kerékpárút nem teljes szakaszában működik, hanem a kerékpárút megszakad, és számos gyalogos átkelő helynél a kerékpárosoknak a tábla jelzésekor le kell szállniuk, át kell tolniuk a gyalogos átkelő helyen a kerékpárt, majd onnét folytathatják az útjukat tovább a kerékpárjukkal. Rendkívül balesetveszélyes, ha valaki nem tolja a bicikliét a zebrán, hanem áthajt rajta, amennyiben nincs kialakítva bicikliút a gyalogátkelő hely mellett. A minap éppen itt a szekszárdi kórház előtti zebránál ütközött össze két biciklis. Az ütközés erejétől mindketten leestek a bicikliükről, és egyikük 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, egyre több biciklis baleset történik Tolna megyében. Sokan nem adnak elsőbséget, az is előfordul, hogy nem csak az autósokra, gyalogosokra, hanem egymásra sem figyelnek. Egy fiatal biciklis pedig a piros lámpa ellenére hajtott át a zebrán Szekszárdon, és egy autó elütötte. A kerékpáros súlyosan megsérült. Ebben az évben augusztus 31-éig 37 darab kerékpáros baleset történt, majdben 15-en súlyos sérüléseket szenvedtek, 22-en pedig könnyebben sérültek meg. 24 olyan járművezető volt olyan kerékpáros, aki a balesetért okolható. Ez azt jelenti, hogy ők szegtek valamilyen szabályt, amelynek következtében a balesetbe következett. Már csak azért is érdemes következetesen betartani a közlekedési szabályokat, mert a kerékpárosok súlyosabb sérüléseket szenvedhetnek, mint például egy autóban ülő. Az Eurostat felmérése szerint az uniós tagállamok közül Románia után Magyarországon halt meg a legtöbb ember biciklis közúti balesetben 2017-ben.